Kisvárda már évek óta egy oktatásközpontú kisváros, most tovább bővíti kapacitásaikat a felsőoktatási képzések beindításával. A város polgármestere szerint a közösségi főiskola működtetésével nagy esély van arra, hogy a diploma átvétele után Kisvárdán maradjanak és itt vállaljanak munkát és alapítsanak családot a végzett fiatalok. 2016. szeptemberében kezdi meg működését az első közösségi főiskola Kisvárdán. A Debreceni Egyetem képzésén mesterszakos diplomát szerezhetnek a hallgatók az élelmiszertudomány és a turizmus határán lévő szakokból. Az újfajta oktatási rendszer kialakításában vállalkozók is részt vettek, így gyakorlatorientált képzést nyújthatnak a hallgatóknak. Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár elmondta, a közösségi főiskolák célja, hogy itt tartsák és ide vonzzák a térségbe a fiatalokat. Kisvárdán három helyen alakítottak ki infrastruktúrális hátteret a képzési központ számára, így 2016-tól legalább 25-30 mesterszakos hallgató szerezheti meg a Debreceni Egyetem diplomáját. A duális képzés keretein belül a helyi kis- és középvállalkozásokkal együttműködve olyan további szakok beindítását tervezik, amik a városban szükséges szakembereket képezik ki. A városban egyébként 4000 középiskolás tanuló van, akik számára a későbbiekben akár az alapszakok bevezetése is megfelelő helyben elérhető képzést nyújthat. Vendégünk a stúdióban Kisvárda polgármester. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, köszöntöm a tévé nézőit! Hát nem csak erről fogunk beszélni, hanem nagyon sok mindenről tudunk Kisvárda kapcsán beszélni, úgyhogy kezdjük talán egy kicsit korábbról. Az elmúlt években nagy arányú fejlesztések indultak a városban, csak néhányat említsünk meg ezek közül, mely akár intézményeket, akár mely területeket érintették ezek a fejlesztések. Kisvárdában az elmúlt 4 évben elég komoly beruházások folytak. Ha minden területet felszámolok, ami legyen állami beruházás vagy kórházi beruházás, 14 milliárd forint érkezett a 4 év alatt Kisvárdára, és valójában mindannyian területen tudtunk beruházni, sport, kultúra, iskola, intézmények felújítása, oldák felújítása, maga a városháza, a sétálóutca, parkolók építése, egészségi alapellátás, tehát felsorolni is nehéz, amely területeken sikerült eredményt elérnünk. Igen, és hát Kisvárda szerintem a megyében egyfajta fesztiválvárosként is jelen van az emberek köztudatában, hiszen akár a színházi fesztiválra gondolunk, ami már évek óta megrendezésre kerül, vagy éppen a múlt hétvégén a Lesz fesztiválra, nagyon sok ember keresi fel, és ha már itt tartunk, akkor például én úgy tudom, hogy a vár környékén is nagy beruházások várhatók, vagy zajlottak már eddig is. Így van, tehát azt a céloztuk meg, hogy Kisvárda mindenképpen élhető város legyen. Legyen egy gazdasági, kulturális, oktatási központ, és ennek egyik fontos szerepe volt a fesztiválok, a rendezvények létrehozása, szervezése, megtartva a színházi fesztivált, a hagyományos rendezvényeinket, és ekköré ugye építettünk fel egy újabb, úgy gondolom, hogy hagyományteremtő programokat, ilyen a Lesz Fesztivál, ami nem olyan régen volt a városban. Egyébként ez a turizmusban is szerepet játszik, ha úgy tetszik, a megye turizmusában ezek a fesztivál jellegű rendezvények, vagy akár a színházi fesztivál? Tehát érezhető, hogy a ország más tájegységeiről is érkeznek vendégek? Úgy gondolom, hogy igen, és egyre inkább a Lesz Fesztivállal egy olyan hagyományt tudunk teremteni, ahol egy országos jellegű fesztivállát tudjuk ezt a következőben felfejleszteni, annál is inkább, mert a helyszínen, a vár és környékén óriási beruházások fognak indulni. Többek között a Várkert az teljes egészében meg fog újulni, elnyert projekt már, stadion, csarnok, edzőcsarnok fog épülni, a vár felújítása, a rekonstrukciója az meg fog valósulni, első körös beruházás lesz, épül egy 4 csillagos sportszálló, balneológiával, beutalós rendszerrel, illetve nyilvánvalóan egy sportrehabilitációval, mellette pedig egy korszerűs tank fog megépülni. Hát ahogy említette, felsorolni is nehéz a fejlesztéseket, amiket már vagy megvalósítottak, vagy előttük állnak, és hát én gondolom, hogy ez azért az is hozzájárul, hogy Kisvárdán vannak működő sikeres ipari beruházások. Beszéljünk egy kicsit erről, ez mennyiben segíti, vagy járul hozzá ahhoz, hogy a város tud tervezni, jövőképet tud alkotni? Hogyan járulnak hozzá ezek a vállalkozások ehhez? Nagy mértékben, nyilván egyik oldala egy nagyon komoly ipari adót fizetnek, amire a város számíthat és építhet rá. Emellett az elmúlt 4 évben
olyan kapcsolatrendszer alakult ki a város, a cégek vezetőjével, a városvezető részéről, hogy mindegyik cég valami irányba megmozdult. Parkot épített, játszótereket építenek, tehát része a városnak, része a város polgárainak, és ők is igyekeznek tenni a városért, a város alakításáért, hogy egyszer legyen a városunk. És hát gondolom, hogy ha már itt tartunk a ipari beruházásoknál, munkahelyeknél, akkor valamilyen szinten ezek így egymásra épülnek, mármint az, ami a felvezetőben elhangzott, hogy gyakorlatilag egy iskolavárosról van szó, nagyon sok diák tanul akár középiskolában, általános iskolában, de most már lehetőség lesz arra, hogy akár felsőfokú végzettséget is szerezzenek. Ez mennyiben volt része ennek a koncepciónak, a városnak az az elképzelése, hogy mondjuk ezt a bizonyos ipari beruházásokat minél jobban tudják helyi munkaerővel kiszolgálni? Nagyon fontos célunk az, hogy kettő cél volt a városfejlesztés részéről mindig, hogy elsődleges a munkahelyteremtés. Sorra folynak tárgyalások most munkahelyteremtés területén. Vannak már nagyon szép előremenetelek, talán már lesz egy előszerződés is több száz fős munkahely megteremtésére. A másik pedig nagyon fontos cél a munkahelyekhez kötődően, és a képzéshez kötődően, amiről már szó volt a bejátszásban, a fiatalság megtartása. Ez ösztöndíjakkal, lakástámogatásokkal, illetve egy olyan képzés való részvétellel, ami duális jellegű. Ez a felső szinte is jellemző lesz, a felső oktatás is jellemző lesz. Azt jelenti, hogy a diákok, a hallgatók egy részét az egyetemi oktatóktól kapják meg, akik lejönnek Isvárdára, egy professzorok házába fognak úgymond megszállni, leadják az órákat, és az oktatásnak a többi része az kint adott gyárban olyan szakember képzésre fog irányulni, akár turizmus, balneológia, amiről szó volt, ha megépül, erre építve, akár a konkrét cégnél olyan mérnöki tevékenységet képezünk ki, ami rögtön használható a gyár részéről. Ha jól értelmezem, akkor a városnak az a célja, hogy azonnal tudjon reagálni a munkaerő igényekre, ha úgy tetszik. Így van. Ennek a főiskolának az előnye, hogy nincs úgymond állandó tanári kara. Tehát a képzéseket rugalmasan tudjuk változtatni, annak megfelelően a cégek milyen felvevő képességgel rendelkeznek, illetve milyen igényel. És annak megfelelően hirdetünk a következő éven kurzusokat, képzéseket. Miért éppen a Debreceni Egyetem? Ennek mi a magyarázata? Ennek egyszerű magyarázata van, ugye a kiírás alapján csak úgy tudtunk pályázni, amely egy egyetemnek vagy egy intézménynek volt, van telephelye Kisvárdán. Ez a Teichmann Telep volt, kutatóintézet, ami a régi Agráregyetemhez tartozott Debrecenben. Csak itt jegyzem meg, hogy erről szó lesz még a mai műsorban, mert a következő vendégünk valamilyen módon kapcsolódik ehhez a kutatóintézethez. Polgármester úr, beszéljünk egy kicsit akkor a jövőképről. Említette, hogy már megindultak bizonyos beruházások, illetve hát majd most ismét források nyerhetők különböző fejlesztésekhez. Milyen jövőképet vázolt fel Kisvárda, mi mentén szeret az elkövetkező évek fejlesztéseit csoportosítani? Én úgy gondolom, hogy elkezdtünk egy olyan irányt, hogy a város megújult. Nagyon fontosnak tartom a munkahelyteremtést elsődlegesen. Azt követően, ahogy mondottam már, a fiatalok megtartását, idős emberekre odafigyelést. Itt is olyan projektre vettünk részt, ami országosan néhány város csatlakozott hozzá. 5. kerület, Szombathely, szépkuraknak a gondozás odafigyelése. És emellett úgy gondolom, hogy van egy olyan lehetőségünk, amiről beszéltünk, a vár és környéke. Durván 500 méteren belül minden elérhető. A sport, a balneológia, a gyógyvíz, illetve szeretnénk összekötni kerékpárutakkal, majd a leendő rétközi tóval, ami szintén elindul egy beruházás, összekötve a Tiszával, és egy nagyon komoly turizmus lehetne kialakítani, és oly módon, hogy a Kisvárda vonzás közvetét erre felépíteni. Minden településen vannak már programok, tehát egyszerűen utazhatóvá válik a programok, akár kerékpárutakon keresztül, akár önkéntesen autóval. Az, hogy Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el, és ugye a megye több országgal is határos, ez mennyiben határozza meg mondjuk a fejlesztési elképzeléseket? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy akár hát szomszéd területekkel kapcsolatépítésre milyen lehetősége van mondjuk ilyen esetekben a városnak? Kisvárda nagyon jó fekvésű ilyen szempontból. A ukrán határ, ugye Kárpátalja 26 kilométerre van, a felvidék Szlovákia az 36 kilométerre található. Közel van ugye a Partium, Románia, és ezek jól kihasználhatók. Mi sem látszik jobban, hogy egy hétvégén a strandon a turistáknak a nagy része, 3000 ember a szlovák turista.
Tehát akkor a turizmusban is vannak még olyan lehetőségek, amiket az akár még jobban ki tud használni majd pontosan, a város. Pontosan, egy korszerű strandal, wellness, balneológiával azt hiszem, hogy erre nagyon jól lehet építeni. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt és megosztotta gondolatait. Természetesen majd a fejlesztésekről folyamatosan szeretnénk beszámolni. Köszönöm szépen a meghívást.